Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Fontos döntés született az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban. Bonyhád. 2 éves a völgységi helyi termelői piac. Retro majális. Színes programkínálat várja az érdeklődőket Szekszárdon. Teszed. Kismányokon odafigyelnek a környezetük tisztaságára. A szekszárdi közgyűlés legutóbbi ülésén többek között napirenden volt a terület és településfejlesztési operatív program pályázatairól szóló beszámolók és az önkormányzati bérlakások témája is. A szekszárdi közgyűlés elfogadta a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban megvalósult TOP források felhasználásáról szóló beszámolót. Az utóbbi 2 évben valóban fölgyorsult, 9 milliárd forint került felhasználásra, ami sajnos a hosszú idő miatt előkészületek 2014-től történtek, és az árajánlatok is ilyenek voltak, úgyhogy nem volt elég a keret, és sajnos ráemelésre volt szükség. Ezt a ráemelést Horváth István országos képviselő közbenjárásával tudtuk elérni, és az utóbbi 2 évben 9 milliárd forint felhasználásra került. A vármegyeszékhelyen nemrég elkészült terület és településfejlesztési operatív program keretében megvalósult beruházások közé tartozik, például a Zöldváros program és a Szőlőhegyi óvoda is. A közgyűlés az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelettel kapcsolatban is megszavazott egy fontos módosítást, amely 2 részből áll. Az egyik az az, hogy ezután lesznek piaci alapú bérlakások is a vagyonkezelő kezelésébe. Jelenleg szociális alapú van, költség alapú és nincs piaci alapú. Ez azt jelenti, hogy a lakások felújítására nincs keret, nincs miből felújítani lakásokat, mivel csak a költséget fizetik a bérlők, a lakásnak valós költségét, és ez a következő időben egy pályáztatás során fog a piaci alapú bérlakás menni, ami komoly döntés volt a közgyűléstől, hogy amennyiben egyenlőség van, akkor ki kapja meg. A licit az arról szól, nem a lakás bérleti díjáról, hanem hogy a bérleti díjat előre ki mennyit fizet, ez maximum egy hónaptól 24 hónapig lehet az előre fizetés, ki mennyit vállal, és ha egyenlőek a feltételek, akkor viszont sorsolásra fognak dönteni egy bizottság. A másik módosítás egy sajnálatos eset következtében vált indokoltá. Máté Péter kezdeményezésére a testület elfogadta az ezzel kapcsolatos javaslatot is. Szekszárdon a Szőlőhegy utcában leégett egy gyermeket váró fiatal pár lakása. Az apa a gyermek érkezése miatt épp a ház felújításán dolgozott. Itt szembesültünk azzal, hogy a ház lakóinak, a tulajdonosnak tudunk adni krízishelyzeti lakást, viszont ez csak 180 napra és 90 napra hosszabbítható, és utána nem. Ennyi dolgot nem valószínű, hogy elkészül egy leégett ház, vagy akár lehet, hogy van olyan helyzet, hogy el sem készül, és ezért hozott a közgyűlés egy olyan döntést, hogy amikor ilyen helyzet van, tehát krízis helyzetre kapott lakás használóknak, tudunk adni pályáztatás nélkül, városi bérlakást. Így a most szerencsétlen sorsú pár igénylés esetén térítés ellenében még 5 évig lakhat az önkormányzati ingatlanban. Immár 2 éve működik sikeresen Bonyhádon a helyi termelői piac. A településről és annak 40 kilométeres körzetéből érkeznek a kistermelők az odafigyeléssel és magas minőségben készült portékáikkal. És akkor egy lestján. Lestján, tessék választani. A hátsó az nagyon jó. Jó, rendben. A szervezők elsődleges céljai között szerepelt a helyi gazdaság erősítése és helyi termelők támogatása. A piac gondolata az nem az én érdemem, ez mögött egy közösség áll. Néhány évvel, pontosan 3 évvel ezelőtt Kovács Vendel fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy egy ökoközösséget hozzunk létre Bonyhádon. Hozzá kapcsolódott az akkori a Covid alatt létrejött egy online zöld piac nevezetű oldal itt Bonyhádon, aminek a vezetője, admina, ő kapcsolódott ehhez a projekthez, és ők ketten a környezetükből hívtak maguk köré még embereket, és ehhez tudtam én is kapcsolódni. Akkor az volt a cél, hogy tegyünk valamit a közösségért, hogy minél zöldebbek lehessünk, és hogy egy ilyen úgynevezett rövid ellátási láncot hogyan tudunk létrehozni. A közösséget jelenleg 20-22 termelői bázis jelenti.
Szeretnénk ezt fenntartani, megtartani, ami van jelenleg, és felkutatni további termelőket, akiket tudunk támogatni. Amellett, hogy Bonyhád 40 km-es körzetéből várjuk a termelőket, van egy ilyen belső minőség biztosítási rendszerünk. Azokat támogatjuk elsősorban, akik minél kisebbben gazdálkodnak, és minél szelídebb módon, minél jobban támogatva a környezetet, vegyszermentesen, vagy a lehető legkevesebb vegyszert felhasználva. Idei évtől már kézműves termékek is megtalálhatóak a kínálatban. Fontos számunkra az is, hogy elégedettek legyenek azok a termelők, akik nálunk vannak, és akikkel együtt dolgozunk. Endrődi Tibor 11 éve ellenőrzött biogazdálkodó. A mejtől kezdve az almáig bezárólag minden gyümölcs bio termelésben van, és a feldolgozott termékek is szintén bióba. Tehát a hozzáadott anyag a tartósítószer nélküli, tehát olyan kezelése megy keresztül, ami minden ember számára egészséges, különösen kisgyerekeknek még. Endrődi Tibor elmondta, hogy 6 hektáron termesz gyümölcsöt, melynek java része a pécsi piacra megy, de Bonyhádon is nagy az igény a termékeire. 1,2 hektáron van fekete bárkánya, amiből készül az arónia. Ugye ennek is Ausztriára nyúlik vissza a története. Lengyelországba hoztam be a szaporítóanyagot, és hát a megyébe én voltam az első, aki ilyen gyógyhatású gyümölcsöt telepített. Téli időszakban havonta egyszer, tavasztól őszig pedig 2 hetente szervezik meg a piacot Bonyhádon. Csütörtökön délelőtt kigyulladt egy családi ház Dunaföldváron. A lánglovagok 2 járművel vonultak az Attila utcában lévő földszintes családi házhoz, amelynek egyik szobájában keletkezett tűz. A tűzben egy idős, mozgásában korlátozott férfi életét vesztette. A lángokat a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület közelben tartózkodó parancsnoka az autójában lévő tűzoltó készülékkel kezdte oltani. A hivatásos tűzoltók a még izzó részeket oltották el. A Paksi Családsegítő és Szociális Központ munkatársa kérte a rendőrök segítségét a napokban, mert egy idős gondozottját már napok óta sem telefonon, sem személyesen nem ért el. A paksi egyenruhások a férfi lakásához siettek. Retkes Gábor zászlós felmászott a magas földszinten lévő lakás erkélyére, ahonnan látta, hogy az idős férfi az ágy és a fal közé szorult, és nem tudott felkelni. Végül az erkély ajtón sikerült bejutni a lakásba, ahol munkatársaival együtt sikerült a helyiségben lévő bútorokat úgy elmozdítani, hogy a bajba jutotton segíteni tudjanak. A mentő a sokkos állapotban lévő férfit kórházba szállította, azóta jobban van. Globálisan a dolgozók 23%-a keres külföldön állást, ez az arány a magyarok körében 15%. Közölte a Boston Consulting Group és a Profession.hu. A tanulmány 188 ország több, mint 150 ezer munkavállalójának bevonásával készült 2023. október és december között. A 2018-as felmérés idején a magyarok 7%-a keresett aktívan külföldi munkát, ez az arány 2 évvel később már 9%, 2023-ban pedig 15% volt. A külföldi munkavállalásban gondolkodók számára a legfőbb motiváció pénzügyi és gazdasági ok. A magyarok 76%-a ezt említette elsőként. A költözés melletti szempont lehet a jobb életminőség, ami miatt a magyarok 72%-a mennek külföldre dolgozni. Sajtótájékoztatót tartott a Szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központ a hamarosan esedékes retro majálisról. Az esemény sokszínű kikapcsolódási lehetőséget kínál mindenkinek. Az idei szekszárdi majálist már nem a megszokott területen, tehát a Prometheus Parkban szervezik, hiszen annak felújítási munkálatai még nem fejeződtek be. Ennek okán a Tudásközpont melletti zöld területen rendezik majd be a Vidámparkot és a színpadot. Örömmel jelentjük Szekszárd lakosságának és a hozzánk látogató vendégeknek, hogy indul a szabadtéri fesztivál szezon, mivel is indulhatna másképp, mint egy kiváló május 1-ével, amely idén újra egy retro majális hangulatát hozza vissza a városban. Hosszú évek alatt kitapasztaltuk, hogy nagyon szeretik ezt a fajta együttlétet a városiak, amely kicsit megidézi a korábbi évtizedekben megszokott közösségi együttlétet, és hát ehhez méltó, ehhez kapcsolódó programokat is szervezünk egész nap. Az elmaradhatatlan sör-virsli kombináción, arcfestésen és Vidámparkon túl meg annyi színes és érdekes programmal készülnek.
Ezen a napon egy közösségi főzéssel, piknik címet viselő közösségi főzéssel is készültünk. Meghirdettük a városban lakó baráti társaságok, egyesületek és olyan csapatok körében, akik örömmel töltenek el egy napot egy finom étel mellett. Nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy azt gondolom, aki a finom illatokat érezve ide ki érkezik majd a területre, az láthat egy nagyon szép közösségi összetartást is. Délelőtt sok partnerünkkel együtt zajlanak majd a műsorok, felhívnám a figyelmet a Kutyamustrára, évek óta tartó kiváló program, amely egyben egy jótékonysági akció is, hiszen az itt befolyt nevezési díjból a szekszárdi kutyamenhelyt támogatjuk évek óta. Hobbi és keverék kutyák érkeznek ilyenkor a gazdijukkal együtt. A retroautó kiállítást is minden évben nagy figyelem övezi, délután 2-kor indulnak el az oldtimer autók majd a tudásközponttal szemben lévő parkolóból, és hát este talán a sztárvendégekre hívnám fel még a figyelmet, érkezik a 90-es évek egyik kultikus zenekar, a Betty Love, 8 órától, majd 8:30-tól pedig a mindenki által szeretett és ismert Apostol együttes. Mindezeken túl természetesen látható lesz a tücsökzenés színpad, kungfu bemutató, fellépnek a legkülönfélébb táncegyüttesek, továbbá lehetőség lesz kézműves foglalkozások kipróbálására, valamint a kirakadó vására is elérhető lesz. Részletes program a Kulturális Központ honlapján érhető el. A Klimax Service Kft., a Varga Klíma és Villanyszerelés, valamint a Total Klíma a korszerű fűtés és a helyiségek hűtésének energiahatékony megoldása céljából 15 darab klímát szerel be a Dombóvári Szivárvány, Zöldliget és Százszor Szép Óvoda csoportszobáiba és tornaszobáiba. Számolt be a település önkormányzata Facebook oldalán. Azt írták, köszönik a csapatnak, hogy több millió forinttal támogatják a dombóvári óvodákban a nevelési munkát. A Paksi Atomerőmű esett dzsúdósa, az 52 kg-os Pupréka bronzérmet nyert a zágrábi olimpiai kvalifikációs Cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján. Pupréka úgy nyilatkozott, bízik benne, hogy ez az eredmény lendületet ad, és a világbajnokság majd az olimpia is szépen sikerül. A paksi versenyző a 2021-es lisszaboni kontinens torna után másodszor lett harmadik, egyben megszerezte a magyar Cselgáncs sport 55. EB bronzérmét. A bajnokság utolsó mérkőzésén 3-3-as döntetlen játszott Érden a Tolnamös MB3-ban szereplő férfi futszál csapata. Az már korábban biztossá vált, hogy a bajnokságot a tolnaiak nyerik, hiszen pontelőnyük matematikailag is behozhatatlanná vált. Céljuk volt azonban veretlenül zárni a pontvarászatot, ami így sikerült is nekik. Ágics Péter gárdája 14 mérkőzését 12 győzelemmel és 2 döntetlennel abszolválta, összességében 38 pontot szerezve lettek bajnokok. A csapat most várja a másodosztály rájátszásának sorsolását. A sok éve tartó TESZED akciók és más környezetvédelmi felhívások megtették hatásukat. A kismányokiak jobban odafigyelnek környezetük tisztaságára, így évről évre kevesebb a fellelhető szemét. Tájékoztatjuk őket a tevékenység során a viselkedésről és a veszélyekről. Többek között, hogy mit szabad és mit nem. Nem szabad akkumulátort, elemet, más egyéb vegyi anyagot, építési törmeléket vagy biológiailag veszélyes anyagot összegyűjtenünk. Illisnik Véder Margittal, az önkéntes szemétszedés szervezőjével beszélgettünk a Kismányóki Művelődési Ház előtt, ahol az esemény gyülekezési pontja volt. 2011 óta van a TESZED akció, és mi, ha jól emlékszem, pár évre rá regisztráltunk, azóta is ott vagyunk, és figyeljük. Több alkalommal vettünk részt ezen az eseményen. Első alkalommal, ha jól emlékszem, akkor még a faluban jártunk körbe, a temető környéke, az árkokat tisztítottuk. Következő években a kiserdőnek nevezett, a Táncsics utca végén lévő kiserdőt szabadítottuk meg néhány zsák szeméttől, de jelenleg már az önkormányzat olyan szépen rendben tart és gondoskodik mindenről, hogy itt bent nekünk feladatunk már nem lesz. Ezért úgy gondoltuk, hogy a völgységpatakot fogjuk megtisztítani. A Föld napja alkalmából 20 vállaltak feladatot a lakóhelyük környezetének szépítéséért. A legutolsó alkalommal 2019-ben gyűjtöttünk,
és akkor a falu elején hagytunk, ha jól emlékszem, 10-12 zsákkal, és akkor még olyan szemetet vagy hulladékot is szedtünk, ami most már nem gyűjthető, hanem hogyha esetleg találunk illegális szemétlerakó helyet, akkor azt meg majd jeleznünk kell. A depónál találkoztak a begyűjtött zsákokkal az önkéntes szemétszedők. Jelentősen kevesebb volt a megtelt hulladékzsákok száma, mint tavaly. A résztvevő gyerekek kevesebb valószínűséggel fognak már szemetelni, és jó hatással lesznek a saját korosztályukra, majdan gyermekeikre. Tekintsék meg a régió híreit! Péter fivárhatja a kertvárosiakat. Mikor nyit a Diana téri piac? Látogatóközpont a Pécsi távfűtőnél. Iskolásokat, csoportokat lát vendégül a cég. Fejlesztések. Emelkedik a lélekszám Buzsákon. Jelentős csúszással, de végre elkészült az új Diana téri piac Pécsen, a műszaki átadás is megtörtént. Péterfi Attila polgármester azonban még így is heteket vár a létesítmény átadásával. A kertvárosban található Diana téri piac állítólag elkészült a baloldali városvezetés által, azonban egy ideje csak áll és várja, hogy végre betöltse funkcióját. A kertvárosiak nem értik, miért kell ilyen sokat várni az átadásra, amikor már a műszaki átadás is megtörtént. Péterfi Attila baloldali polgármester fél évvel ezelőttre ígérte a piac átadását. Kamarás Péter, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője joggal teszi fel a kérdést. Péterfi miért váratja a kertvárosiakat? Nagy késéssel, nagy nehezen végül elkészült ugyanez a piac, de hosszabb ideje, most már több hete továbbra is be van zárva, az eladók nem tudnak beköltözni, a vásárlók nem tudnak vásárolni. Igazából nem értjük, hogy miért történik ez. Azt gondoljuk, hogy Gyurcsány Ferenc pécsi polgármester jelöltje ezt az átadást, ennek az épületnek az átadását is egy kampány eseményé kívánja változtatni, egy propaganda eseményé, amin esetleg pózolni tud. Jó lenne, ha Péterfi Attila nem választási propaganda eseményre használná a legnépesebb városrészben élők számára oly fontos létesítmény átadását, hanem az végre rendeltetésének megfelelően működne, és nem a polgármester látványpolitizálásának eszközévé silányodna, hangsúlyozta Kamarás Péter. A megnyitásra különböző időpontokról lehetett hallani. Május 1, május 9, ez egyre inkább valószínűsíti, hogy valóban ebből az átadásból is egy ilyen kampányeseményt kíván kreálni. Mi ezzel nem értünk egyet, nem örülünk neki, és a Pécsi Polgári Szövetség nevében pont ezért felszólítjuk Péterfi Attila polgármestert, hogy adja át a piacot ma, holnap, a hétvégén, minél előbb, hogy ezt a kertvárosiak használatba tudják venni. Végülis ez nem dísznek készült, mi azt gondoljuk. Ha már arra nem képes, hogy határidőre befejezzen egy fontos fejlesztést, akkor legalább azzal tisztelje meg a pécsieket, hogy nem használja fel őket szereplési vágya kiélésére, tette hozzá Kamarás Péter, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője. Hogyan jut el a távhőszolgáltatás a lakásokba? Milyen rendszert alakítottak ki Pécsen, és azok milyen részekből állnak? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők mostantól a P-távnál. A cég vezetője azt mondja, olyan információkat kaphatnak itt a látogatók, amik segítenek eloszlatni a hamis elképzeléseket. Ez a távhőszolgáltatással ellátott városrészeket mutatja be itt Pécset. Itt látható a pécsi hőerőmű, ahonnan indulnak a vezetékek a különböző városrészek felé. Mutatja a műszaki vezető a Pécsi Távfűtő cég legújabb létesítményénél, mit is látunk pontosan. A cég egy bemutató részleget hozott létre a Tüzér utcai telephelyén. Itt mutatják be mostantól az érdeklődőknek, iskolásoknak, hogyan jut el a fűtés és használati meleg víz a lakásokba, intézményekbe. Az ügyvezető szerint minden olyan lehetőséget meg kell ragadni egy közszolgáltatónak, ahol be tudja mutatni tevékenységét. Ez részben nyilván önös érdek is, de ha megnézzük, hogy milyen műszaki feltételek mellett tud ma dolgozni egy távhőszolgáltató, hogyan tud hozzájárulni a klímasemlegességhez, a megújuló távhőszolgáltatással kapcsolatosan, hogyan tudunk azokat a régi paradigmákat, amelyek a felhasználóink, a díjfizetőinek a fejében van, a szabályozhatatlanságról megcáfolni. Tehát vannak egy csomó olyan argumentum van, ami miatt úgy gondoltuk, hogy feltétlen szükség van egy olyan bemutató térre, egy olyan területre, egy olyan
lehetőségre, ahol ezeket az információkat át tudjuk adni nekik. Évekkel ezelőtt a cég kintlévőségeiről, problémáiról szóltak a hírek. Ma már más a helyzet, mondja Vida János. Örömmel mondom azt, hogy a PTAV gazdálkodása teljesen stabil, sőt az elmúlt időszakban olyan eredményeket értünk el, olyan pénzügyi számviteli eredményeket értünk el, amelyeket az elmúlt időszakban soha, az elmúlt 15-20 évben jelentős Európai Uniós beruházásaink, Európai Unió által társfinanszírozott beruházásaink folytak. Eszközállományunkat a lehetőségeinkhez képest próbáljuk megújítani, és természetesen a fogyasztói kiszolgálás minőségét és megbízhatóságát szeretnék növelni. Erre terveik is vannak, sőt, állandó megújulást követel meg a cég működtetése. Van még dolgunk bőven, vezetékrendszerünknek talán egy 30-35% az, ami a mai kornak megfelelő előre szigetelt és lyukadásérzékelővel ellátott vezetékrendszer. Van még ott mit csinálni, van még ott mit cserélni, vannak még 50 éves vezetékeink, ez gyakorlatilag egy végeláthatatlan munkát jelent. A másik a hőközponti állományunk. Sajnálatos módon Pécs úgy épült, hogy döntően nagy, központosított, több hőközpontok látják el a nagyobb területeket, különösen jellemző ez Kertvárosra. Ezeknek a hőközpontnak a szétválasztása és minden egyes épületbe egy kis magát az épülethez alkalmazható, az épület által szabályozható hőközpontoknak a létesítése, ez is még egy távlati célunk. Ez azonban több 10 milliárdos beruházást jelent. Ez a pénz azonban még hiányzik a büdzséből, mondja az ügyvezető. A most átadott bemutató hőközpontba főleg iskolás csoportok érkezését várják, olyan fiatalokat, akik pályaválasztás előtt állva akár ezt a szakma területet is választhatják. Jelenleg Pécsen 32 ezer lakást elérő távfűtési rendszer van kialakítva. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden második városlakó számára a cég gondoskodik az otthon melegéről. Az intézményi fejlesztések egyre több fiatal csábítanak vidékre. Állítja Kara Lajos, Buzsák polgármestere saját példájukból kiindulva. A településen az elmúlt évtizedben megnőtt a lakosságszám és sok a kisgyerekes család is. Buzsákon 2019-ben pályáztak és nyertek a Magyar Falu programban az óvoda korszerűsítésére és plusz csoportszoba kialakítására. Az 50 millió forintos pályázati összegből azonban még sok mindenre futotta. Hozzáépült ez egy olyan játszótér is az óvoda mellé, ez is Magyar Falu programból, és nekünk azt jelentette, hogy egyszer azt, hogy megújultunk, meg is bővültünk az óvodába, és lehet plusz csoportszobánk, lett plusz tornatermünk, ami egy nagyon hiányzott a gyerekeknek, lett a nevelőnőknek külön szociális blokkjuk, lett betegszoba, lett raktárunk, mosóhelyiséggel, kazánházzal, mindennel együtt, úgyhogy a bővülés teljesen meghozott minden jövőbeli képzelőerőnket, és a képzelőerőnkből adódóan tavaly évben megindult a harmadik csoport is óvodánkba. Úgyhogy ez teljesen a fejlesztésnek volt köszönhető, és számunkra kis településnek az nagyon nagy dolog, hogy gyerekeinket három csoportba tudjuk most már foglalkoztatni, az óvodáink tudják foglalkoztatni és nevelni őket. Nem csak külsejében, de funkciójában is megújult az óvoda, ahol három csoportban várják a gyerekeket. Mindenre kiterjedő figyelemmel tervezték, és a gyerekek számára nagyon gyerekbarát intézmény vagyunk. Nagyon sok az újdonság a gyerekek számára is, például a tornatermünk tartalmaz egy mászófalat, nagyon jól el vagyunk látva mozgásfejlesztő eszközökkel és szerekkel, így a szülők ezért nagyon hálásak, és plusz szolgáltatásként szenzoros mozgásfejlesztést is tudunk nyújtani a szülők számára, illetve a kisgyermekes szülők számára, valamint a bölcsödénkben van egy sószoba, ami azért nagyon ritka a környező településeken, és ezt is kihasználjuk főként az allergiás, illetve a téli időszakban. A polgármester szerint a fejlesztések eredménye az lett, hogy egyre több a beköltöző a településre. Szerencsénkre, mi az óvoda ilyen szép lett, bölcsőde is lett, iskola is van, sokkal betelepülő fiatal, aminek mi nagyon örülünk, és köszönjük a Magyar Falu programnak ezt a lehetőséget, biztosította számunkra, azáltal életben maradt a településünk, sőt, kevés település mondhatja el, mi lakosság, mi bővülés településünkkel. A buzsáki tulipán óvodába 57 gyermek jár három csoportban, míg a mini bölcsödében 7 kisgyerek van, de a közeljövőben a települési igényekre tekintettel szeretnék 12 fősre bővíteni. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Közgyűlés Szekszárdon. Fontos döntés született az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban.
Bonyhád. 2 éves a völgységi helyi termelői piac. Retro majális. Színes programkínálat várja az érdeklődőket Szekszárdon. Teszed. Kismányokon odafigyelnek a környezetük tisztaságára. Szombaton további melegedésre van kilátás, egyre nagyobb területen emelkedik 20 fokig, néhol 20 fok fölé a hőmérséklet. Nagyobb részt napsütéses időnk lesz. Mérsékelt szél fúj. Vasárnap élénk szél mellett már mindenütt 20 fok fölé, a déli országrészben néhol 25 fokig melegszik fel a levegő. Túlnyomó részt derült időjárás ígérkezik, csapadék nem hullik. Hétfőn nyárias időjárás valószínű, csapadék nélkül. A délkeleti szél az ország nyugati, délnyugati felének nagy részén élénk, olykor erős lehet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!